Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Május 1-et jelent a tavasz és a nyár találkozásával. Ilyenkor ünnepeljük az anyák napját, majd a gyermeknapot. Nagyon sok kellemes dolog fűződik még az 5. hónaphoz, de a végzős gimnazistáknak ez egyet jelent az érettségi vizsgákkal. Sümegen a Kisfaludi Sándor gimnáziumban elkezdődtek a megmérettetések, ahol nem csak a 12-esek írják meg a feladatokat, de nagyon sok 11-es tesz előrehozott érettségit nyelvből, informatikából, földrajzból vagy fizikából. Amíg május első vasárnapján az anyáknapi köszöntések miatt csipogtak a telefonok, addig a következő napokban az érettségiző kapták sorra a biztató üzeneteket. Sümegen a Kisfaludi Sándor gimnáziumban két végzős osztály és egy esti tagozat diákjai ültek be a padba, hogy elkezdjék a végső megmérettetést. Kevesen tudják, de mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgákra komoly szabályok vonatkoznak. Ezek kitérnek többek között a teremben lévő diákok számára, ülésrendjére. Továbbá arra, hogy egy pedagógus egy teremben mindössze egy órát ügyelhet, utána egy másikba kell mennie, vagy mindig kell lennie tartalékfelügyelőnek a baj esetére. Szabályozva van az is, hogy mit vihetnek be, és mit nem a tanulók. Nem véletlen, hogy az előkészületek már bőven egy hónappal a vizsga előtt megkezdődnek. Elég komoly felkészülést igényelt, akár technikailag is megoldani, hiszen minden teremben, alsó-felső szinten zajlik az érettségi vizsga, úgyhogy a kollégáink itt ügyelnek valamennyien. És hát természetesen ezt az érettségi vizsgát egy nagyon komoly felkészülés előzte meg. A sümegi gimnáziumban 1924 óta bonyolítanak le érettségi vizsgákat, így az iskola falai jó pár változás szemtanúi lehettek az évek alatt. Nincs ez másként idén sem, ugyanis ez az év is hozott magával újításokat. Újszerű ez az idei 2024-es, hiszen most vizsgáznak először a Nemzeti Alaptanterv szerint, és hát ez nagyon sok tantárgynál komoly tartalmi és formai változást is hoz. Úgyhogy izgulunk. Én azt gondolom, hogy a kollégákkal mindent megtettünk, felkészítettük őket, figyeltük az érettségi vizsgakövetelmények változását, figyeltük a mintafeladatsorokat, eszerint készültünk, úgyhogy bízom benne, hogy szerencsések lesznek és sikeresek. Jó eredménnyel zárják. Magyar nyelv és irodalomból kivették a szövegalkotást, helyette műveltségi tesztfeladatsort kapnak a vizsgázók. Összehasonlító verselemzés helyett pedig témakifejtő fogalmazást lehet választani. Matematikából, az emelt szintű feladatokból került át néhány középfokra. Földrajzból többek között a topográfia változott, digitális kultúra esetében megjelent középszinten a programozás, emelt szinten a MySQL. Persze az, hogy ki melyik vizsgát várja a legjobban, vagy melyiktől tart, leginkább egyénfüggő. Legjobban talán a németet várom, mert attól félek a legkevésbé, és arra tudtam a legjobban fölkészülni. Leginkább talán a történelemtől félek, és abból is az esszé feladattól, mert soha nem tudok jó esszéket írni, de talán most. Leginkább a matektól, a törét viszont azt várom. Szeretem az esszéket, úgyhogy talán jól is sikerül majd. A matekot várom leginkább, mert arra szerintem nem nagyon lehet úgy felkészülni, és a függvénytáblázat sokat segít, meg mindig szerettem a matekot. A történelemtől félek, mert abból emelt szinten fogok érettségizni. A matekot és a törit várom legjobban, mivel azok nekem logikusabbak és tényszerűbbek. A biosztól meg azért félek jobban, mert azt emelt szinten csinálom, és ugye az nehezebb. A mai digitális világban már nagyon sok minden tudja segíteni a tanulókat a felkészülésben, így nincsenek teljesen az iskolára hagyatkozva. Rengeteg tétel dolgoztam ki, podcasteket hallgattam, esetleg videókat néztem. Az előző évi feladatokat oldottam meg, plusz igyekeztem figyelni órán, meg Facebookon van egy csoport, ott is feltöltöttek ilyen összefoglalókat és feladatokat, és azokat is átnézegettem. Rengeteg érettségit megcsináltam, előre hozottakat, ugye ez a próbaérettség is nagyon sokat segített szerintem, meg az osztálytársakkal azért elég sokat beszélgettünk róla. A YouTube-on rengeteg tananyag volt, meg úgy az interneten, meg a tanárok is rengeteget segítettek, úgy gondolom, úgy iskolán kívül is. Persze hiába sok tanóra, internet és egyéb segédeszközök, a babona és a kabala mindig megmarad a vizsgázóknak. Anyukám írt még nyelvvizsgára egy cetlit nekem, amibe leírja, hogy milyen ügyes vagyok,
és okos, és ezt szoktam magammal hozni, és ezt is magammal hoztam most is. Piros karkötőt hordok, ami szerintem a szerencsét jelképezi, ezen kívül nekem nincs különösebben babonám. A kéz- és lábtörést, ezt elég sokan mondták már. Szőlőcukor. Az írásbelivel még nem érnek véget az izgalmak, júniusban következnek a szóbelik, ahol lehet fohászkodni a jótétel kihúzásáért.